Én csatlakoznék annyiban az előttem szólókhoz, hogy nem ezt tartom fontos kérdésnek. Azt tartom fontos kérdésnek, hogy mikor derül az ki, hogy valóban kompetensek-e azok bármiben is megállapodni, akikkel a kerekasztal tárgyal. Ugyanis én ezt látom a legaggályosabbnak, hogy ők igazából attól tartanak, hogy esetleg pillanatokon belül nem ők lesznek a kompetensek. Ez összefügghet azzal is, ugye, amit a Vikároly mondott, hogy esetleg pillanatokon belül másik tárgyalófél kerekedik. Valamint az, ami nagyon tanulságos volt, és ezt a Slivinszky mondta most el a lengyel kerekasztal tárgyalásokról, hogy a lengyel kerekasztal is úgy kezdődött, hogy mielőtt a tárgyalások megkezdődtek, minden lényeges kérdésben már megvolt a megállapodás. Méghozzá azok között, akik kezében valódi hatalom volt. Egyik oldalról az egyház, másik oldalról pedig koknak nevezték, vagy nem tudom micsinak, egy olyan társaság, ami egy titkos grémium, ma sem tudják a feliről, hogy kik azok, akik benne vannak, bizonyos emberekről tudják, mondjuk a Kiscsákról tudták, hogy benne van, ezért lett ő figura. Mi azt kérdeztük, hogy miért nem a Lemppel tárgyaltak. Szerintem, hogy azért, mert tudták, hogy akikkel nekik tárgyalniuk kell, azok a kormányban vannak. Nem tudták, hogy személy szerint ki az, de hogy itt van a hatalom, az biztos. Na most a mi számunkra nem olyan biztos az, hogy akivel most tárgyal a kerekasztal, hogy ezek a valódi hatalom. Ez az igazi probléma, tehát nekünk úgy kell játszani, hogy figyeljük azt, hogy mikor, hogy rájöjjünk arra, hogy valóban kik azok, akikkel érdemes tárgyalni. Mert ezt nem tudjuk. Nálunk nézzük magunkba az ehhez, hogy mi vagyunk-e a másik fél. Igen, ez is kell. Mert lehet, hogy ez olyan színjáték, hogy mind a két rész nem az igazi tárgyal, és azért meggondolatlanak tartom ezt. Hát mi kész? A kerekasztal kész? A párt és a kormány küldött. Hát mi úgy is tudjuk, hogy ugyanaz a cég. Kérem szépen, a párt és a kormány képviselőivel tárgyalni. Ezt nyugodtan felengedhetitek kísérleti bal, ha újból eljön. A párt és a kormány. És akkor... A kormány már tud vállalni felelősséget. Ők már tudnak sok mindenre vállalni felelősséget. Hát ha így áll a dolog, ugye, nekünk ugyan ez egy teljesen új helyzet, de mi talán belemegyünk abba. Orbán, mit tudom? Azért nem értek veled egyet, mert hát azért ez kormányzó párt. Azt szerettem volna mondani, azt szerettem volna... Én azt hiszem, hogyha belemegyünk abba, hogy nem az MSZNP ül velünk szemben a tárgyalasztal másik oldalán, akkor hozzák a szakszervezetet. Akkor azt szeretném mondani, hogy ha ebbe belemennénk, akkor nagyon meggyengíteni az érvelési lehetőségeinket. Szóval nekünk azt az érvet nem szabad kiadni a kezünkből, hogy a hatalom ténylegesen a pártnál van. Azért nem érdekel bennünket a nőtanács, és nem érdekel a SZOT, és nem érdekel a kormány, mert ez mind az ő nyúlványuk. És ez ellen az érv ellen nyilvánosan nem lehet védekezni. Nem lehet azt mondani, hogy a kormány az független a pártól, hogyha egyszer a PB tag akkor a miniszterelnök. Nem lehet azt... Szóval én azt hiszem, de ők ezt mondják, hogy igen. Azt hiszem, hogy ezzel az érvel, ha kimutatjuk ezeket az átfedéseket, a nyilvánosság előtt nem lehet mit kezdeni. Én azt hiszem, hogy ma az ország mindenki úgy gondolkodik erről, ahogyan mi. Mi valami fajta analízis alapján gondolkodunk, így az emberek pedig egyszerűen tudják, hogy hogyan van a dolog, az van, amit a párt mond. Szerintem nekünk azt a lehetőséget, hogy a párttal közvetlenül tárgyunk, ne adjuk ki a kezünkből, mert ha csak azt mondjuk, hogy a párt és a kormány képviselői, könnyen találhatjuk magunkat abban a helyzetben, hogy a következő tárgyalások alkalmával csak a kormányból lesz ott néhány ember, és egyre csökkenni fog a velünk szemben ülő embereknek a súlya. Tehát mi ragaszkodjunk ahhoz, hogy azok az emberek, akik ott ülnek, a pártot és a KB főhatalmazás alapján képviseljék. Ebből ne engedjünk. Ha mi abban a helyzetben lennénk, a szolidaritás, hogy egy blőd kormányzati döntés, vagy egy nyilvánvaló egyességszegés esetén, amit a párt megtenne, ki tudunk vinni annyi embert az utcára békés döntésre, mint ők tudnak, akkor nyilvánvalóan már sokkal előrébb lennénk, és már régen megkötöttünk volna néhány paktumot. Szóval nekünk nincsen más, nincs meg az a lehetőségünk, ami az ott tárgyaló függetleneknek megvolt, hogy át tudtak vinni olyan dolgokat a tárgyalóasztalon, amit egyébként a párt vagy a kormány korábban nem akart, mert állandó ott volt a fenyegetés arra, hogy leáll az egész ország, és belemehettek olyan paktumokba, és ez különösen fontosnak tartom, hogy mi legyünk radikálisabbak, mint a lengyelek. Mert ők megköthettek olyan paktumokat, amelyeknek az érvényességét később ők lesznek képes erővel megmásítani. Ők tudnak majd tovább menni, mert nem lehet paktumokat megtartani majd akkor, hogyha milliók tömegek állnak mögöttük az utcán. Tehát ők belemehettek látszólag egy kedvezőtlen választási leosztásba is, hogyha tudják, hogy az egész ország mögöttük áll. Mi ezt csak föltételezhetjük. Így van.